Üresen állnak a zentai árupiac standjai. Az árusok nehezményezik a nem megfelelő körülményeket és az egyre magasodó bérleti díjakat. Képviselőjük elmondta, az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor egy váratlan ellenőrzés alkalmával 5 árust, köztük 4 nyugdíjast is megbüntettek a rosszabbodó anyagi helyzetük ellenére is. A polgárok eddigi nehéz anyagi helyzetére még a vírus okozta kilátástalanság is rátett egy lapáttal. A gazdaság, így a piac területén is érződik a vásárlóerő hiánya. Sokan veszítették el a munkahelyüket, és kerültek nehéz helyzetbe, és örülnek annak, hogy van egy piac, ahol olcsóbban tudnak beszerezni alapvető szükségleti tárgyakat. Nekünk is szükségünk van a piacra, mert itt a munkahelyünk. Szlávnyik Ákos, a piacot üzemeltető kommunális és lakásgazdálkodási közvállalat igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy a közvállalatnak nem volt semmilyen információja arról, hogy ellenőrzés várható a piac területén. Mint mondta, megérti, hogy az árusoknak nehézségeik vannak a járványhelyzet miatt, azonban több más szektort is érint a válság, így a közvállalatot is. Nem tudunk ebben mit csinálni, mink is alig várjuk, hogy a járvány befejeződjön, hogy a válságot bírjuk tartani, mert ott is nagyon nagy veszteségünk van, ugye, úgymond nem befolyt pénzek, ami több millió dinárról beszélünk, mivel ugye a kormány nem engedi meg, hogy ilyen nagy, úgymond manifestációk történjenek. Az igazgató hozzátette, próbálnak segíteni az árusoknak. A járványhelyzet kezdetén, amikor a piacok bezártak, az árusoknak nem kellett kifizetniük egy havi bérleti díjat.